Balatonboglára, magyar kézilabda utánpótlás fővárosa, hiszen Mocsai Lajos irányításával neves magyar szakembereket összegyűjtve a Nemzeti Kézis Akadémián képzik a tehetséges fiatalokat immár több mint egy éve, miközben a létesítményeket is fejlesztik ott a bázison. A cél modern játékosok nevelése az élklubok és a magyar válogatottak számára. Lássuk, hol tartanak, most betekintünk a magyar tenger déli partján folyó műhely munkába. A múlt. Egykori világklasszis játékosok és edzők, illetve a múltban elért eredményeik és persze a tapasztalataik. A jelen. Az előbb megismert csapat, a Nemzeti Kézilabda Akadémia Balatonbogláron és a felnövekvő tehetségek. A jövő. Az a törekvés, hogy a magyar kézilabdázás tartósan a világ elitben maradhasson, és persze az ezzel kapcsolatos folyamatos fejlesztések. De menjünk szép sorjában. Mocsai Lajos világklasszis edző, a múltban már sokat bizonyított szövetségi kapitányokból és európai mesteredzőkből álló stábot válogatott maga köré, és a hazai kézilabda szövetséggel karöltve létrehozták Balatonbogláron az állami támogatással működő, a tehetséggondozásban alulról felfelé építkező Nemzeti Kézilabda Akadémiát. Irigykedtem jó magam, hogy a skandinávok, a nyugat-európaiak egy-egy olimpiai ciklusban körülbelül egy teljes válogatottnyi tehetséges fiatal tudnak fölállítani a világ élvonalában. Az első hatban lévő jelenlét a világ élvonalába az annyit jelent a junior korosztálynál, hogy később a fölnőtt szakágat meghatározza hosszú évekig. El kell húzni az karod, labdába. Az itt lévő emberek vagy játékosaim voltak, vagy a szakedzői szakon a téven tanítványom, vagy mindkettő. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szoros közösség. A kiváló szakmai stáb oktatja 2013. szeptemberétől a Kárpát-medence valamennyi szegletéből ideérkező 70 serdülőkorú tehetséget. 35 fiú és ugyanennyi lány kezdte meg az akadémián a gimnázium első osztályát és a komoly szakmai munkát napi két edzéssel. Azért itt 30 gyerek anyja lenni idézőjelben nem egyszerű dolog, mivel ugye a lány csapatnál egyedül én vagyok női edző, úgyhogy én valamiféle anya szerepet is betöltök az életükbe. Bogdán! 25 évig fiúkkal dolgoztam, 24, és kíváncsi voltam, meg a mai napig vagyok, hogy mitől kell érni a lányoknál. A lányok őszintébben kézilabdáznak, mint a fiúk. A fiúk azért ravaszabban kézilabdáznak. Mondjuk a lövéseknek a befejezése például. Túlzottan úgy érzem, hogy érezhető és tudható, hogy hova fog lőni egy megkezdett mozdulatnál, és ezeknek a befejezését szeretném, hogy színesíteni. Például, ez csak egy példa. Egy eredetes sebességgel. A kézilabdás egy kreatív ember, legalábbis ezt tartom én. Ezeket meg kell mutatni, meg kell érezniük. Én úgy gondolom, hogy ez a helyes út. Először is elmagyarázni, és utána szépen lassan megtanítgatni a srácoknak, illetőleg ők is tudják, hogy mit miért végzünk. Ez egy rendkívül fontos dolog. Van itt egy ígéret, hogy építenek ide egy csarnokot, és abba, amellett, vagy az alatt valahol lesz egy 25 méterszer 15 méteres terem, ami már úgy nagyjából úgy rendben van a fejemben, hogy mit, hogyan tudunk csinálni, az azért lesz nagy dolog, mert tökéletes egyéni képzést lehet csinálni, nem csak kapus képzést, hanem játékos képzést is. Ötletekből tehát senkinél nincs hiány. Az infrastruktúra terén is nagyszabású tervek valósultak meg. A kényelmes kollégiummal, két labdarúgópályával, úszodával rendelkező sportközpont kibővült két, Európa szinten is egyedülálló gépekkel felszerelt, erősítőteremmel és a számítógépes ellenőrzésekre, elemzésekre is alkalmas, tudományos és egészségügyi laboratóriummal. Elkészült az új 4 pályát tartalmazó sportcsarnok terve is. Ebben a létesítményben egyszerre 5-6 csapat edzhet majd. A fejlesztendő 3 játékfelületű csarnokunk alkalmas lesz nemzetközi mérkőzések befogadására. Ezen túl mellett az edzői továbbképzéseket, ha kész lesz a szállodarendszerünk, a lakófalunk,
akkor nagy büszkeségünk a Balatonparton egy 4 hektáros ősparkban nagyon szép felújítás előtt állunk. Tulajdonképpen az edzői továbbképzés ide kerül országosan és területileg is, fölnőtt és utánpótlás korúaknak is. A sokoldalúság nem csak az intézmény kihasználtságára jellemző, hanem az idejáró gyerekek oktatására is. A tehetségeket a kézilabda mellett akadémiai szinten szeretnék megtanítani, több nyelven beszélni, különböző szakmákat tanulhatnak, emellett különösen ügyelnek egészséges testi és szellemi fejlődésükre, továbbá színes szabadtéri és kulturális programokat biztosítanak számukra, de ez még nem minden. Tervezek egy olyan dolgot, ami szerintem Magyarországon ismeretlen. Az itt lévő fiataloknak, akiknek az otthoni körülményeik nem kiválóak, vagy nem olyan jók, vagy például nem tudnak hazautazni nagyon messzi városokba, itt 3 hetenként egy hétvégét kötelező a szülőkkel tölteni. Szeretnék el ezeket a fiatal gyerekeket. Ezt a szeretetet mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Mocsai Lajos kollégáival együtt folyamatosan az akadémia falai és a gyerekek között van. Az évzőmét itt töltöm Bagláron. Egyrészt az edzésmunkában, másrésztről 2 hetente, havonta tartunk egy nagyon komoly edzői értekezletet, ilyen 4-6 órás munkát, ahol a szervezési és szakmai feladatok mellett egy teljes áttekintést végzünk a maga projekt jövőjével kapcsolatban. És ennek a projektnek csak jövője lehet, ha a hazai klubok mellett Balatonbogláron is igazi tehetségek nevelkednek. Márpedig ez történik, de fontos, hogy nem a tanulók adásvétele céljából. Hiszen a diákok és szüleik maguk dönthetik el, hogy hosszabb távon is az akadémián építik-e jövőjüket, vagy visszatérnek klubjukba, hogy úgy hozzanak dicsőséget Magyarországnak. De bárhogy is döntsenek, Mocsai Lajostól és szakmai stábjától is mindent megkapnak Balatonbogláron.